Közös doktori képzést indít a Nagyváradi Párciumi Keresztény Egyetem és a Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem a Budapesti Tanintézmény szervezeti rendszerében. A hét a Párciumi Egyetem hivatalos tanévnyitóján a hétvégén jelentették be. Az intézményben 18 alapképzési és 8 mesterképzési szakon közel 1000 hallgató tanul. Emiatt jönnek a környező határmenti magyarországi településekről is. Igazából a tandíjak itt vonzóbbak, mint Magyarországon. Itt államilag finanszírozott helyen vagyok, úgyhogy ez anyagilag jobban megérte. Létkérdés a párciumi magyarság megmaradásának számára az értelmiség kinevelése és itthontartása. Én úgy látom, hogy aki akar, az itt a szakképesítésének megfelelően egyetemi diplomát igénylő állást fog tudni találni. Amúgy a mi kimutatásaink, statisztikák is ezt mutatják, hisz a hallgatóink azért el kell mondani, túlnyomó többsége Erdélyben él és dolgozik, és Erdélyben boldogul. A Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemmel közösen idéntől doktori képzést indítanak Nagyváradon. Elsődleges célja nem is feltétlenül az, hogy a Párciumi Keresztény Egyetem hallgatói Magyarországon tanuljanak, természetesen ez is benne van, hanem hogy felépüljön a Párciumi Egyetemnek a doktori iskolája. Ehhez szakmai tanácsokat adunk, oktatókat adunk, témavezetőket adunk. Bejelentették azt is, hogy várhatóan még idén átadják a szintén magyar kormánytámogatásból épülő Párciumi Keresztény Egyetem többszintes új székházát is.